Vegyes fehér 2021-es. Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek. A Szent István házban 2 év kihagyás után szervezett újra borversenyt a szekszárdújvárosi római katolikus társaskör. 2 év itt a pandémia miatt kimaradt. Nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk hirdetni, és 58 minta érkezett a mai borversenyre. Ezt a részleteiben mondom, 11 fehér van, 8 rozé, 1 schiller és 38 vörös. Volt tehát munkájuk bőven az ítészeknek, akikről nyugodt szívvel kijelenthető, hogy már jól összeszokott csapatként tudtak dolgozni. Az a szlogen, hogy a győztes csapaton ne változtassunk, mi mindenki, minden évben ugyanezekre az embereket kérjük fel, természetesen, ha valakinek olyan jellege elfoglaltsága van, az pótolni kell, de nagy örömünkre szolgál, hogy mindig elfogadják a meghívásunkat, örülnek is, hogy őket kérjük fel, és hát egy nagyon jó együttműködés kapcsolat során mennek a bírálatok. Színvonalas a zsűri, egyik zsűrit vezeti a Móros Ernő, gyakorlatilag hát ezeket az embereket városi szinten meg a borásztársadalomban nem kell bemutatni. A második zsűrit a Ferenc Vili koordinálja, és hát örülünk, hogy egyik bizottságban a borvidéki borversenyen legeredményesebben szerepelt Branner Ferenc is részt vesz a bírálatban. Az újvárosi társaskör borversenyén természetesen rangsorolták is a nedüket, de itt nem feltétlenül a minél jobb helyezés volt a cél. A zsűri tagjai ugyanis segítő szándékkal, jó tanácsokkal is ellátták a mintákat leadó termelőket.